biztos ti is ugyanúgy vásároltok, ahogy mi. Ahogy nagyon-nagyon sok nő bemegyünk, megveszünk egy ruhát, és úgy belekerülünk egy szerepbe, elképzeljük magunkat ennek, annak, amannak, hol egy énekesnőnek, hol egy színésznőnek, hol valamilyen mesefigurának. Tehát ott az öltöző fülkében mindig történik egy kis átalakulás. És az a jó, hogyha amikor hazamész, akkor ez az átalakulás megmarad. Ezért is kapta a februári divatanyagunk azt a címet, hogy szexi szerepjátékok. Mikor Dénes, Viki és Dani felöltöztek, akkor ugye belebújtak bizonyos szerepekbe, de ez alapvetően csak az ő fejükben élt, vagy mondjuk a fotósnak a fejében. De hogy ti is lássátok, hogy mi volt legbelül, ezért megkértük Molnár Dorkát, a grafikusunkat, hogy körítsen köréjük egy világot. Az alapkoncepció az volt, hogy befotózzuk a modelleket, fehér neműket mutatunk be, és akkor plusz elemeket rajzolunk hozzá. Ehhez kértük Dorka segítségét, tudjátok, Dorka, aki szokott Krisztiának segíteni a divatanyagoknál. Megrajzolta a plusz elemeket, a lánynak pillangószárnyat, a kalózoknak fejkendőt, papagájt, az ördögöknek vasvillát és szarvakat.